Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper History legújabb adásában! A mai epizódban azt a hírhet 1983-ban megtörtént esetet mutatom be nektek, amikor 35 elítélt elképesztő és döbbenetes módon szökött meg Írország egyik legmaximálisabban őrzött börtönéből, a mézből. Hogyan zajlott a hihetetlen csoportos szökés, miféle előzményei voltak, és mi lett a tömeges rabszökés végkimenetele? A videóból kiderül, tartsatok velem! Szeptember 25-én körülbelül 14 óra 45 perckor számos republikánus fogoly fegyverekhez jutott a Belfasttól 14 kilométerre található Mace Burton intézet 7-es blokkjában. Az őröket ártalmatlanították, a blokk központi irányító termében tartózkodó egyik tisztet fejbelőtték, majd felvették a tisztek egyenruháit. Egy órával később az éppen megérkező ételszállító furgont elfoglalták, és az autó arra kényszerítették, hogy 38 foglyot a börtön főkapujáig vigyen. A főkapunál küzdelem alakult ki a börtön személyzete és a rabok között, mely során több börtön tiszti súlyos sérüléseket szenvedett, egy börtön tisztet pedig halára késeltek. A foglyok kinyitották a főkaput, és gyalogosan szerteszét szóródtak, több irányba menekülve. A vészjelzés azonnal megtörtént, a hadsereg a bolt hadművelet keretében igen kiterjedt intézkedéseket hozott mind a börtön közvetlen közelében, mind pedig szélesebb körben a tartományban. Azonnali kapcsolatfelvétel alakult ki az ír köztársaság hatóságaival, akik mindenben együttműködnek. Az elmúlt napokban 19 rabot sikerült elfogni, azonban 16-an továbbra is jogellenesen valahol Írországban tartózkodnak. A keresésük szakadatlanul folytatódik. Részlet James Pryor 1983-as szeptemberi jelentéséből a házelnöknek, aki 1981-től 1984-ig Észak-Írország államtitkára volt. Az ír köztársasági hadsereg, rövidítve IRA, vagyis Irish Republican Army, olyan különböző félkatonai szervezetek megnevezése volt, amelyek évtizedeken keresztül harcoltak Észak-Írország Egyesült Királyságból való teljes kiszakadásáért, az ír köztársasággal való egyesítéséért és Írország teljes függetlenségéért. Az Irak küzdelme, illetve Észak-Írország és az Egyesült Királyság ügye a 20. század egyik legvitatottabb konfliktusa volt, amelynek hatása ma is érezhető. A régió problémáinak eredete évszázadokkal ezelőtt kezdődött, amikor az angolok 1167-ben ellepték a korábban írek lakta területeket. Annak ellenére, hogy az angol és ír lakosság némileg keveredett is egymással, két eltérő politikai és vallási felfogású csoport alakult ki Észak-Írországban. A katolikusok túlnyomó részt írnek tartják magukat, nacionalista nézeteket vallanak, független Írországot akarnak, amely mentes a brit ellenőrzéstől. A protestánsok inkább briteknek vallották magukat, és kapcsolatban kívánnak maradni az Egyesült Királysággal. Az évtizedek alatt számos ültetvény létesült, és főleg Astorben és Masterben elkobozták írföldbirtokosok földbirtokosok földjeit, amelyeket aztán Angliából, Skóciából és Walesből érkező gyarmatosítók kaptak meg. 1798-ban a brit nyomás ellen lázadást tört ki, a konfliktus kirobbantója a United Irishmen nevű csoport volt, amelyet egy forradalmi republikánus csoport szervezett. A harcok több hónapig tartottak, ám végül a forradalom elbukott, 1801. januárjában pedig létrejött az úgynevezett Egyesülési Törvény, ami Írországot és Angliát egy állammá tette. Ez természetesen egyáltalán nem tetszett az ír katolikusoknak, republikánusoknak. Írország szerte olyan csoportok jöttek létre, amelyek a függetlenség kivívásáért küzdöttek. Ilyenek voltak például a Gaelic League vagy a Gael Athletic Association. A legismertebb és legsikeresebb ezekben a körökben egyértelműen a Sinn Féin, magyarul mi magunk, egyedül magunk nevű párt, amelyet 1905. november 28-án alapított Dublinban Arthur Griffiths író és politikus, a Sinn Féin párt céljai közül a legfontosabb, hogy az Egyesült Királyság fennhatósága alá tartozó Északír megyéket Írországhoz csatolják. A feszültség nőttön nőtt a két tábor között, ami végül 1916-ban egy borzalmas és véres eseményben csúcsosodott ki. Az első világháború idején, 1916. április 24-én az ír köztársaságiak számos épületet elfoglaltak Dublinban, és kikiáltották az ír köztársaságot a húsvéti felkelés néven. A brit hadsereg a város központjában összecsapott a tüntetőkkel, a harcokban több mint kétezren vesztették életüket, köztük civilek is. A lázadást egy hét alatt leverték, így Nagy-Britannia újra győzedelmeskedett, azonban a Sinn Féin népszerűsége megugrott. A felkelés egyik túlélő vezérét, Émon de Valérát 1917-ben a Sinn Féin elnökévé választották, és ugyanezen időkben 1917-ben két nacionalista félkatonai szervezetből, az Irish Citizen Arm-ból, illetve az Irish Volunteer-ből létrejött az Ír köztársasági hadsereg, vagyis az IRA, hivatalosan azonban megalakulásának időpontját 1919-re teszik. Az IRA egyesítette azokat a tetvágytól buzkó embereket, nacionalistákat, akik Észak-Írország függetlenségéért harcoltak. Az IRA 1919-től kezdődően gerilla hadjáratot indított a brit és a britekhez lojális erők ellen. Két éves konfliktus után, 1921. májusában elfogadásra került az ír kormányról szóló törvény, amely két részre osztotta Írországot, azon év decemberében pedig az angol-ír szerződés papíron lezárta az ír függetlenségi háborút, ami röviden azt jelentette, az ír szabad államnak a brit birodalmon belül kell léteznie. A helyzet azonban újra megváltozott, amikor 1949-ben Írország hivatalosan is köztársasággá vált. Az észak-írországi katolikus kisebbség politikailag és gazdaságilag is jóval nagyobb hátrányba került a protestáns közösségekhez képest. Az 1960-as, 70-es években az ír félkatonai szervezetek taglétszáma egyre inkább növekedni kezdett, egy csoport kivált a régi írából, és megalapították az ideiglenes írát. Egyre több erőszakos támadás és bombarobbantás történt szerte Írországban, ekkor a brit hadsereg úgynevezett békefalakat építetett, hogy elválasszák egymástól a két közösséget. A véres vasárnapnak elnevezett esemény 1972. január 30-án zajlott le Észak-Írország Derry nevű városában, amikor brit katonák 26 fegyvertelen civil tüntetőt lőttek agyon, akik Észak-Írország függetlenségéért tüntettek. Ekkor az ideiglenes íra bosszúért kiáltott, és elszabadult a pokol. Az ideiglenes íra több, nagy horderejű támadást is végrehajtott Írországban és Angliában is. 1972-ben válaszul a Bloody Sunday-re egy sorozatos robbantást hajtottak végre Belfastban, amely kilenc halálos áldozatot követelt. 1974-ben egy Birminghami pubban 21 embert végeztek ki az írához tartozó gerillák, szintén bombákkal, de az íra célpontjai közé tartoztak például londoni áruházak, mint a Harrods vagy a Selfridges, 1982-ben pedig 11 brit katona és 7 ló vesztette életét, amikor az Ira bombákat robbantott fel a Hyde Parkban őrségváltáskor. Az írához köthető merényletben halt meg Lord Louis Mentben is, a brit királyi család tagja, a királynő unokatest testvére is 1979-ben, akit egy hajó robbantottak fel az írországi Sligo megyében. Ezen időkben folyamatosan tartóztattak le az írához köthető embereket, azonban a brit hatóságok úgy vélték, ezek az emberek túlságosan veszélyesek ahhoz, hogy egy szimpla börtönben helyezzék el őket. Ezért úgy határoztak, a félkatonai szervezetekhez tartozó nacionalistáknak egy külön, maximálisan őrzött börtönt kell nyitni. Így jött létre az észak-írországi konfliktusok egyik fő szimbóluma, a Maze Burton. 1971. augusztusában 14 kilométerre Belfasttól Észak-Írországban megalakult a Long Cash Detention Center. Az Entry megyében Lisburn külvárosában található objektumot korábban a Brit Royal Air Force, vagyis a Brit királyi légierő által működtetett Long Cash állomásnak hívták. 71 nyarán döntöttek úgy, hogy politikai és félkatonai szervezetekhez köthető foglyokat fognak a hatalmas monstrumban elhelyezni. Mivel a légierő állomásból lett börtön Méz város részében volt megtalálható, így a helyiek lassacskán csak Méz börtönnek kezdték az épületet nevezni. A börtön 71-es megnyitásakor a brit hadsereg bevezette a Demetrius hadműveletet Észak-Írországban, és a következő napokban, hetekben közel 350 ír nacionalistát tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítottak, hogy kapcsolatban állnak az írával. Ez a jóformán tárgyalás nélküli internálási, bebörtönzési politika 1975-ig folytatódott. Azonban kiderült, hogy a letartóztatások első hulláma során a bebörtönzött ír férfiak nagy része alig vagy egyáltalán nem volt kapcsolatban az ír köztársasági hadsereggel, a katonák nem megfelelő vagy téves információk alapján tartóztattak le rengeteg embert. Ennek ellenére valódi IRA tagok is kerültek a méz falai közé, köszönhetően a 75 után megváltozó alaposabb nyomozásoknak, amelyek során igen komoly IRA vezetőket és harcosokat is a mézbe toloncoltak a brit hatóságok. A méz börtön területén kis rögtönzött kunyhók lettek felállítva, amelyek egyáltalán nem voltak alkalmasak hosszú távú fogvatartásra, ezért 1976-ban 8 új tömbbel bővítették a börtönt, ami a h blokk nevet kapta, ugyanis az összes Tömb, H betű alakú volt. A H blokkba csak és kizárólag terror cselekménye gyanúsítható, vagy azt elkövető személyek kerültek. A 70-es évek végére 1981-ember volt itt fogvatartva, nagy többségük republikánus és nacionalista. Mindegyik blokkban négy önálló börtön kapott helyet, amelyek a H blokk középpontjában összpontosultak. Az egész börtönt 15 méteres kerítés vette körül. Mindegyik blokkot külön-külön egy és 5 fél ,5 méteres betonkerítés a tetején szöges dróttal. Az épület együttes főkapuja tömör acélból készült és elektronikusan működött. A Mace börtön Európa legmaximálisabban őrzött és legbiztonságosabb börtönének tartották. Igen ám, de a bebörtönzött iratagok hadifoglyoknak tekintették magukat, és hitük szerint kötelességük megszökni bármi áron, hiszen egy alapvetően igazságtalan és általuk el nem fogadott hatóság börtönözte be őket. Követelték, hogy ne tekintsék őket egyenértékűnek egy tolvajjal vagy rablógyilkossal, és tiltakoztak a börtön egyenruha, illetve a kötelező börtönmunkák ellen. Azonban 1976-ban Marilyn Rees, a munkáspárt külügyminisztere, elvonta tőlük ezt a jogot, 1981 március 5-én pedig Margaret Thatcher, akit 1979-ben választottak az Egyesült Királyság miniszterelnökének, Belfastban elhangzó beszédében gyilkosoknak és bűnözőknek nevezte a Mace börtönben ülőket, akiknek nem jár semmilyen külön eljárás, mint Írország többi más fogvatartotjának. A közel 2000 fogvatartottból 300-an ennek ellenére sem voltak hajlandóak hordani a börtönegyenruhát és az ágy takarójukat kötözték magukra. Más elítéltek, ürülékükkel dobálták az őröket, vagy azt a celláik falára kenték tiltakozásként a bebörtönzésük miatt. Az ira hadsereg tanácsa időközben megtalálta a módot, hogy kommunikálni tudjanak benti társaikkal, és hatalmas szervezkedés indult 1976 és 81 között a börtönben ülő irattagok több lázadást is kirobbantottak, amelyek során 19 börtön börtöntisztet gyilkoltak meg. Már állítólag ekkor felmerültek a foglyok között olyan szóbeszédek, hogy le kellene lépni a börtönből. Azonban ekkor még pusztán néha-néha egy-egy félmondatban került ez szóba köztük. Az ira számára az utolsó csepp a pohárban, a méz börtönben raboskodó iratag Bobby Sands 1981-es halála volt, amikor néhány rab úgy határozott, meg kell szökniük a börtönből, nincs mese. Abi Sands 1954-ben született az Észak-Írországi Belfastban, és már fiatal korától kezdődően dühötten szemlélte a hazájában folyó eseményeket, ezért 1972-ben csatlakozott az ideiglenes írához, de még ugyanabban az évben letartóztatták az írával való kapcsolata miatt. Négy év letöltése után szabadult, ám 77-ben újra vádat emeltek ellene, mert a brit hatóságok szerint ő volt az egyik kitervelője és végrehajtója az 1976-ban az Észak-Írországi Dunman way ben a Balmoral Furniture Company ellen történt bombarobbantásért, ezért a férfi a Mace került, ahol hamar a blokjának vezetője lett. Babi követelte, hogy a brit hatóságok ne bűnözőként, hanem politikai fogolynak tekintsék, azonban ez nem történt meg, ezért a férfi 1981. március 1-én éjségsztrájkba kezdett. Csak vizet és sót volt hajlandó fogyasztani, az éjségsztrájkhoz több más, a mézben ülő iratag is csatlakozott. Bábi kategórikusan kitartott éjségsztrájkja mellett, még János Pál pápa is levelet küldött neki, miszerint függesse fel az éjségsztrájkot, ám Bábi ezt visszautasította. A férfi folyamatosan fogyott, állapota egyre romlott, végül 66 nappal éjség sztrájkjának megkezdése után május 5-én elhunyt. A kórosan lesoványodott Babiról szerte Írországban jelentek meg képek az újságokban, az ügy hatalmas nyilvánosságot kapott. A temetésén elképesztő, de több tízezer ember vett részt, az Ira és Babi szimpatizásai pedig folyamatos harcokba keveredtek a brit rendőrséggel és katonasággal. Bobby halála után a sztrájk folytatódott, és további kilenc a méz börtönben tiltakozó iratak halt éjhalált. Ezt az ügyet a brit hatóságok sem vehették már félváról, hiszen Bobby Sands egy valóságos nemzeti hősé vált, arca lett a politikai foglyokkal való nem megfelelő bánásmódnak, és a brit kormány tekintéje is jelentősen csökkent. Margaret Thatcher 1981 év végén bejelentette: A mézben raboskodó személyek viselhetnek polgári ruházatot, fogadhatnak postai küldeményeket és látogatókat is, illetve sokkal szabadabban mozoghatnak az épületben. Ekkor jött el az ír történelem egyik leghírhettebb börtönszökésének a megszervezése. Természetesen egy ilyen nagy volumenű szökésben számos ember részt vett, szabadlábon lévő iratagok, politikusok, sőt néhány a mézben szolgáló börtönőr is, viszont a szökés sikeres lebonyolításának érdekében számos rab is agyalni, tevékenykedni kezdett a rácsok mögött, közülük négy férfi volt az elképesztő csoportos szökés fő kiagyalója és megvalósítója. Név Lorenz Marley. Az iratagja 1970 óta. Ítélet 1977-ben fegyverbirtoklás vágya miatt került a mézbe tíz évre. Lorenz Marley 1945-ben született Belfastban, és már igen fiatalon, tizenévesen kapcsolatba került az írával. Többször is letartóztatták ezen kapcsolatai miatt. 1977-ben tíz évet kapott, a vádak fegyverbirtoklás és terrorcselekmények feltételezhető előkészítései voltak. Marley azonban mindenáron áron tovább akart küzdeni, és szerette volna a brit hatóságokat és magát a miniszterelnök asszonyt, Margaret Teacher t megszégyeníteni. Ő vetette fel legelőször, mi lenne, ha néhányan végrehajtanák az ír történelem legnagyobb csoportos börtönszökését. A mézben ülő iratagok hamar megválasztották vezetőjüknek, és Marley elkezdte megszervezni a szökést, aprólékosan kidolgozva a tervet. Márlinak már volt tapasztalata, ugyanis már kétszer kísérelt meg szökést, egyszer 1975-ben, egyszer pedig 78-ban, eme utóbbit a mézben követte el börtönörnek öltözve. 1983-at írunk, amikor Márli belevágott a nagyszökés tervének kidolgozásába. Név Gerard Kelly. Az ira tagja 1972 óta. Ítélet kétszeres életfogytiglani börtönbüntetés londoni bombamerényletekért. Gerard Kelly 1953-ban született Belfastban, ír munkás család gyermekeként, kamaszként részt vett több a 60-as évek végén történő brit hatóságok elleni zavargásokban Írországban, emiatt két évre ítélték, amit a dublini Montjoy börtönben kellett volna letöltenie, ám fél év letöltése után 1972. januárjában a fiatalember megszökött a börtönből és csatlakozott az írához. 73-ban összefüggésbe hozták egy egy halálos áldozatot követelő robbantásos merélettel Londonban, emiatt kétszeres életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték és a mézbe szállították. Kelly kiváló ötletnek tartotta a csoportos szökést és minden erejével segíteni kezdte az akció lebonyolítását. Név Brandon McFarlane, az íra tagja 1969 óta ítélet. 1976-ban életfogytiglani börtön a Bayardo bár bombatámadás miatt. Brandon McFarlane 1951-ben született Belfastban, erősen vallásos családban, a fiatal fiú papnak tanult, amikor szemtanúja volt az Írországban zajló erőszakos konfliktusoknak, és úgy határozott, kiáll hazájának függetlenségéért. 1969-ben csatlakozott az írához, 1975-ben pedig részt vett egy belfasti páb a Bayardó bár elleni robbantásban, amelyben három férfi és két nő halt meg, 60-an pedig megsérültek. Brandon-t elfogták és életfogytiglani börtönbüntetést kapott, büntetésének letöltésére a Mays börtönbe szállították. A férfi a szökés szervezésének egyik fő vezetőjévé vált. Név Robert Story. Az íra tagja 1972 óta. Ítélet gyilkosságban való részvétel miatt 18 év börtön. Robert Story 1956-ban született, szintén Belfastban, és mindössze 16 évesen lett az IRA tagja. Élete során körülbelül 20-szor tartóztatták le különböző az IRA által elkövetett bűncselekmények miatt, azonban a vádakat egyszer sem sikerült bizonyítani ellene. Végül 1981-ben, miután iratagok lelőttek egy londoni katonát, a gyilkos fegyvert Storinál találták meg, így gyilkosságban való részvételért 18 évnyi börtönbüntetésre ítélték, és a férfi számos társával egyetemben a mézbe került. Ez a négy férfi kezdte hát el szervezni a nagy szökést, amelyhez folyamatosan újabb és újabb, szintén a börtönben ülő iratagok csatlakoztak, így a szökést tervező rabok száma hamarosan több tucat nyiradúzzat. Miután Márli lett a szökés fő szervezője, először is kipuhatolta, kik azok, akikre számíthat a műveletben. Ezután az összes blogban kinevezett egy-egy úgynevezett szökési tisztet, valamint titkos szolgálati tiszteket nevezett ki, akiknek az volt a feladatuk, hogy mindent megtudjanak a börtön elrendezéséről, a bejárattól egészen a legutolsó csempéig. A szökésben résztvevő iratagoknak mindig csak a saját feladataikat mondták el, így Marlin, Kellin, mcfarlane és Storing kívül jóformán senki sem ismerte a teljes tervet. Az elsődleges feladat a börtön teljes feltérképezése volt. A börtönőrök mindig is óvakodtak attól, hogy a börtön elrendezését a rabok teljes mértékben megismerjék, illetve arról is, hogyan néz ki pontosan a börtön kívülről. Ekkor kihasználva a Babi Sanz halála miatt létrehozott kedvezményeket, a látogatások alkalmával a rabokat látogató családtagok felvételeket, illetve térképeket kezdtek becsempészni az írásoknak. A másik nagyon fontos dolog az volt, amikor Márli kijelentette, hogy az irának változtatnia kell a szervezet és a börtönőrök kapcsolatán. Márli elmondta, megérti a rabok gyűlöletét az őrök iránt, azonban fontos, hogy kezdjenek el velük barátkozni, a közelükbe férkőzni, hogy ezáltal megismerhessék az őrök gyengeségeit. A foglyok ezt megfogadták, a keresztneveiken szólították a tiszteket, barátságosan szóltak hozzájuk, néhány rab később elmondta, hogy a smasszerek kezdték azt hinni, végre sikerült betörniük a mézben ülő iratagokat. A rabok hirtelen munkákat kezdtek vállalni, amelyek ellen korábban olyannyira tiltakoztak, de csak azért tették ezt, hogy bejuthassanak a börtön különböző részeibe. A foglyok ez alatt csevegni kezdtek a börtönőrökkel, ezen beszélgetések alatt pedig egy-egy tiszt véletlenül apró információkat osztott meg a rabokkal, például arról, mikor történnek a műszakváltások. A rabok annyira szimpatikussá váltak az őrök szemében, hogy bizonyos idő elteltével a fogvatartottaknak már a H7-es blokk irányító termeibe is szabad bejárásuk volt, ahol a biztonsági kamerák és riasztók is működtek. Ez alatt Marley és három fő cinkosa megtervezték a szökés minden egyes pillanatát másodpercről másodpercre. Diagramokat készítettek a börtön körüli riasztási pontokról, a kamerákról, műszakváltásokról, fegyveres őrökről. Marli tisztában volt azzal, hogy ha sikerül is átvenniük az irányítást a H7-es blokk felett, még nincs nyertügyük. A börtönben rengeteg őr volt, és számos helyen kellett keresztül jutniuk a főbejáratig, ráadásul az öt és fél, illetve a 15 méter magas blokkokat és börtönöket körülvevő kerítések átmászhatatlanok és alááshatatlanok, ráadásul a főkapu melletti örtoronyban brit fegyveres katonák is posztolnak. Ekkor figyelmét a börtönbe be, illetve kimenő szállítmányokra összpontosította, különösen az élelmiszer szállító teherautóra. A különböző blokkokban tevékenykedő rabok kiderítették, hogy a börtönépületbe érkező ételszállítmányt hozó teherautót a börtönőrök sosem vizsgálták át, a főkaput kivéve. Több hónapos előkészület után Márli már azt is tudta, hogyan lehet átvenni egy blokkot anélkül, hogy a riasztók megszólalnának, vagy a kamerák ezt rögzítenék. Márli ekkor engedélyt kért az írától a szökés végrehajtására. Ettől a perctől kezdődően felgyorsultak az események. Az íra jóváhagyta a szökést, és azonnal megkezdték a fegyverek becsempészését a mézbörtönbe. hogy hogyan sikerült fegyvereket becsempésznie a szigorúan őrzött börtönbe az írának a mai napig rejtély. Bizonyosan néhány börtönőr is segített nekik az akcióban, akiket lefizettek, vagy esetleg titkon szimpatizáltak a mozgalom küzdelmével és célkitűzéseivel. Akárhogy is volt, hat pisztoly, ezekhez való hangtompítók és kések kerültek be a börtönbe, és jutott a szökni szándékozó Ira csoport birtokába. Márli 1983. szeptember 25-ét tűzte ki a szökés napjának, ennek egyetlen fő oka volt az a nap vasárnapra esett, a vasárnap pedig hasonló nap volt a börtön életében, mint odakint a civil életben. Nincs semmi mozgás, nincs látogatás, a műhely zárva, egyedül az ételszállító teherautó érkezik a börtönbe, majd távozik onnan. Éppen emiatt a Mész börtön vasárnaponként csökkentett börtön személyzettel dolgozott. Az a hírhet vasárnapi nap azzal kezdődött, hogy megfárlen megtudta, név szerint mely tisztek vannak szolgálatban a börtönben. A H7-es blokkban azon a napon 126 fogoly tartózkodott és 24 őr. Délután 14 órakor 5 rab lépett be a H7-es blokk egyik helyiségébe, köztük megfárlen, hogy a takarítási feladataikat elvégezzék. 14 óra 45 perckor egyszer csak megfárlen jelt adott és 90 másodperc alatt 4 őrt fogtak el. Ugyanezekben a percekben a H7-es blokk egy másik helyiségében Robert Story egy másik rabbal előrántották a náluk lévő pisztolyaikat, és négy másik őre fogták, akiket a földre parancsoltak. Ugyanekkor Gerry Kelly a vezérlőterem rácsos ajtajához sétált, és az ott tartózkodó John Adams rendőrtisztre fogta a pisztolyát a rácsokon keresztül. Ne mozdulj! Ez itt egy irahat művelet! Kiáltotta Kelly. Ha azt teszed, amit mondok, nem foglak bántani. Nincs veszeni valóm, te is tudod, mire készülök. John Adams azonban megpróbált riasztást leadni, ekkor pedig Kelly kétszer meghúzta a ravaszt, az egyik golyó a tiszt szeme felett találta el a fejét, a férfi elvesztette az eszméletét. Bár a tiszt súlyosan megsérült és erősen vérzett, végül szerencsésen túlélte a sérüléseit. A H7-es blokk rabok általi átvétele alatt ez az incidens volt az egyetlen egy erőszakos cselekmény. A rabok egy alig 20 perces művelet alatt úgy vették át a blok irányítását, hogy egy riasztó sem szólalt meg, és a hatalmas börtönépületben tevékenykedő többi őr ebből mit sem vett észre. Az összes elfogott börtön börtöntisztet bevitték egy cellába, a kezeiket hátra kötözték, és párnahúzatot tettek a fejükre. A 24 őr közül 12-t levetkőztettek, és 12 rab felvette azok egyenruháját. Ekkor került sor két dokumentum felolvasására, amelyeket később a hatóságok meg is találtak a börtönben. McFarlane elővett két kézzel írott jegyzetet, és a benne szerepelteket mindenkinek el kellett fogadnia, akik részt vesznek a szökésben, de az őrök számára is papírra vetettek egy felszólítást. Íme így szólt az egyik kézzel írott feljegyzés. Minden hadifogolynak, aki részt vesz a szökésben. Nagyon kevesen vagytok tisztában azzal, mi történik most. Ez a biztonságnak köszönhető, és annak, hogy senkinek eszébe se jusson az utolsó pillanatban visszakozni. Mivel minden hadifogoly kötelessége a szökés, így arra utasítom önöket, mindenhová kövessenek, csak tegyenek az utasítások szerint. Bármilyen visszautasításra erőszakkal válaszolunk. A másik feljegyzés a börtön személyzetének szólt. Minden börtön személynek, akiket a republikánus hadifoglyok a mai napon letartóztattak ami itt lezajlott, az egy gondosan megtervezett hadművelet volt, amelynek célja jelentős számú hadifogoly szabadon bocsájtása. Ha valakit megtámadtunk, az csak annak volt köszönhető, hogy nem működött együtt velünk. Nem áll szándékunkban senkit sem megölni vagy bántalmazni. Bárki, aki most vagy a jövőben nem hajlandó eleget tenni az utasításainknak, az érezni fogja a republikánus mozgalom haragját. Senki sem sérül meg, ha együtt működik velünk. Aki megtagadja ezt, az elszenvedi a végső következményt a halált. A rabok azt is közölték, szükségszerű volt a szökéshez a pisztolyokat beszerezniük, de nem óhajtják azokat használni, csak ha nagyon szükséges. 30 perccel később, 15 óra 20 perckor megérkezett az ételszállító teherautó, amelyet egy David McLuhan nevű férfi vezetett. Amikor megérkezett a H7-es blokk irányító terméhez, legnagyobb döbbenetére a börtönruhába öltözött rabok fogadták, köztük Robert Story, aki a férfi arcába nyomta a pisztolyát ez a blokk most az ira kezében van. Mindenkit megölünk, aki veszélyezteti a tervezett szökésünket. Aki együttműködik, annak nem esik bántódása. A halára vált McLulinnak természetesen esze ágában sem volt ellenkeznie. A rabok gyorsan kipakolták a teherautóból az élelmiszereket, és 37 iratag zsúfolódott be a raktérbe, köztük McFarlane és Story is. Különös módon a nagyszökés kitervelője, Lawrence Marley hátra maradt a többi rabbal, az ő feladatuk az volt, hogy figyeljék a megkötözött tiszteket a H7-es blokkban, míg a többi 38 elítélt megszökik. Miután a 37 rab bezsúfolódott a raktérbe, Kelly bemászott a teherautó anyósülése alá, és onnan pisztolyát McLulira irányította. Figyelmeztette, hogy nem erészeljen semmiféle jelet adni a főkapunál álló őröknek. Ekkor Kelly állítólag megkérdezte a sofőrt, hogy mennyi pénzt keres havonta. McLulin azt felelte. Egyáltalán nem éri meg főleg, hogy ilyesmit kell a melón miatt átélnem. A különböző ellenőrző pontokon a rabokkal teli teherautó minden akadály nélkül végiggurult, és hamarosan elérkeztek a főkapuhoz. Mivel a rabok tudták, hogy itt már lesz egy rutin ellenőrzés, ezért a meglepetés erejével éltek. A 12 börtönőr egyenruhát viselő rab kirontott a teherautó rakteréből, és fogjuk lejtették a főkapunál posztoló őröket. A szökésbe azonban egy kis 5 perces hiba csúszott, ugyanis a műszakváltásra érkező őrök hamarabb érkeztek, és azonnal észrevették, hogy valami nem stimmel. Közelharc alakult ki a 38 rab és a börtönőrök között, aminek következtében egy James Ferris nevű börtönört háromszor megszúrtak késsel, a férfi szinte azonnal meghalt. A késelőt később a tisztek egy Dermot finökén nevű iratakként azonosították. A rabok még két, műszakba érkező börtöntisztet is megkéseltek, illetve a kapuban szolgálatot teljesítő tisztet is, mielőtt az riadót fújhatott volna. Az egyik tisztnek sikerült a kinyitott főkaput eltorlaszolnia egy szolgálati autóval, ekkor a rabok gyalogosan rohantak ki a börtönfalai közül, és a szélrózsa minden irányába szétfutottak, a kavarodásban az őröknek három foglyot sikerült elfogniuk, azonban a másik 35 rab sikeresen kijutott a börtönfalaink kívülre. Az őrtoronyban örködő brit katona egyetlen egy lövés sem adott le, ezt azzal magyarázta, hogy a foglyok közül többen is börtöntiszt egyenruhát viseltek, ezért nem tudta, kire tüzeljen, mert félt, hogy egy valódi őrt is eltalál. Később elmondta, eleinte azt hitte, a börtön személyzete verekedett össze egymással. Az egész elképesztő esemény mindössze 1 óra 38 perc alatt zajlott le, 4 óra 18 percre mindennek vége volt, és az eset úgy vonult be a történelembe, mint a legnagyobb börtönszökés és a második legnagyobb csoportos rabszökés Európában a második világháború óta. A terv utolsó mozzanata az lett volna, miszerint egy körülbelül száz tagból álló ira konvoj várja a szökevény társaikat a börtön körül, hogy aztán felszedje azokat, azonban az előző fejezetben említett 5 perces csúszás miatt még senki sem volt a megbeszélt helyszínen, így a szökevény rabok mezőkön keresztül kezdtek menekülni, vagy leállították az utakon haladó gépjárműveket, átvették a volánt a sofőrtől, és a rablott gépjárművekkel menekültek tovább. A hadsereg elképesztően gyorsan reagált a csoportos szökéshíd. A szökés után 10 perccel ellenőrzési pontokat állítottak fel a börtön körül és szerte Észak-Írországban. Amint a foglyok kiértek a börtönből, mindenki saját magáért volt felelős. A 35 szökevény közül 15-öt még aznap, illetve a következő napokban elfogtak. Story, McFarlane és Kelly szétváltak, és számos autót eltérítettek, hogy eljussanak azokra a biztonságos pontokra, ahol az ira tudja segíteni a szökésüket, vagy az országban való bújtatásukat. Storyt és néhány ira tagot végül egy folyóban fülelték le, ahol üldözőik elől úgy bújkáltak, hogy nács segítségével lélegeztek a víz alatt. Mindannyiukat visszavitték a mézbörtönbe. Kelly csoportja egy Lurgen városi lakótelepre menekült, ahol más iratagok bújtatták őket, több mint két hetet töltöttek ott, miközben folyamatosan a rádiót hallgatták. Megfárlen és néhány másik szökevény betörtek egy házba, ahol néhány napig tartózkodtak, majd ezután három napot mezőkön, erdőkben töltöttek, és elindultak az ira dél ármagi fellegvára felé. A család, ahol néhány napot töltöttek, csak 72 órával később hívta fel a hatóságokat, hogy bejelentse, néhány szökevény egy darabig túszul ejtette őket hamarosan visszatérünk az ír mezőkre, erdőkbe, városokba, ahol 1983. szeptemberében számos szökött fegyenc bujkált, és megismerkedünk a további sorsukkal. Most néhány szóban ismerkedjünk meg azzal az elképesztő botrányjal, ami kitört a szökés kapcsán, és azzal, mit okozott ez az incidens Észak-Írországnak, a brit kormánynak, a politikának, az irának, és alapvetően a világnak. ilyen elképesztő módon lebonyolított csoportos börtönszökésre az idáig még nem volt példa az ír történelemben, ezért érthető módon a szökés nemzetközileg is az újságok címlapjaira került, és számos kritika érte a brit hatóságokat. Margaret Thatcher miniszterelnök így nyilatkozott. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos incidens. Börtöntörténetünk legsúlyosabb esete. A Mész börtön igazgatója azonnal lemondott, és a brit kormány megbízást adott egy válogatott szakértőkből álló csoportnak, amely a Hennessy vizsgálat néven híresült el, vezetője egy James Hennessy nevű felügyelő volt. A vizsgálat eredményét 1984. január 26-án tették közé, ami lényegében a börtön személyzetét, valamint általánosságban a börtön kialakítását hibáztatta az incidens miatt. Henessi szerint a fő gyengeséget a börtön főkapuja jelentette az élelmiszer szállító teherautó hanyag átvizsgálása, illetve a H7-es blokkban található vezérlőterem egyáltalán nem az előírtak szerint működött, és a személyzet egyes tagjainak esetleges részvételét firtatta az ügyben, hiszen lehetetlen hat pisztolyt és néhány kést becsempészni egy börtönbe úgy, hogy arról legalább néhány őr ne tudjon. A másik oldal, az ír republikánusok viszont egyenesen ünnepelték azt a napot, amikor 35 iratagnak sikerült kitörnie a mézbörtönből. Az eseményt a nagy szökésként kezdték emlegetni, és ez akkoriban hatalmas morális löketet adott az írának. A hihetetlen botrány ellenére nagy változások nem történtek, az igazgató lemondásán kívül nem került sor más hasonló eseményre, holott például Jan Pecsi északír politikus lemondásra szólította fel az akkori északír államtitkár. A férfi minden felelősséget elhárított, és azt állította, a nagyszökés csakis politikai beavatkozással jöhetett létre. És most lássuk, mi lett a sorsa annak a 38 embernek, illetve az írának az 1983-as hírhet csoportos börtönszökés után. A szökés során összesen 20 börtön tiszt sérült meg, többüket megszúrták, egyiküket John Adams-et pedig meglőtték, de ahogy említettem, a férfi túlélte a lövéseket. Az egyetlen halálos áldozat a főkapunál megszúrt James Ferris nevű tiszt volt. 1984. október 25-én 19 szökevény jelent meg a bíróságon, akiket a szökés mellett megvádoltak James Ferris halála miatt a fő gyanúsított Dermot Finnökén volt, aki viszont akkoriban még szökésben volt. Azonban ekkor egészen elképesztő bejelentés történt. Egy törvényszéki patológus vizsgálatai alapján arra jutott, Ferris a hirtelen stressz okozta szívrohamba halt bele a késelés pillanatában, ugyanis szúrt sebei felületesek és nem mélyek voltak, az általa elszenvedett Szúrások nem képesek egy emberi élet kioltására. Így ebben a vádpontban az összes szökevény fel lett mentve. A szabadlábon lévő többi 16 iratagnak végül sikerült biztonságos az IRA által felügyelt városrészekbe, lakásokba jutnia, ahol fel lett nekik ajánlva egy Amerikába való szöktetés új személyazonossággal, vagy az, hogy folytassák Észak-Írországban az addigi tevékenységeiket az IRA védelmező szárnyai alatt. Ki ezt? ki azt választotta, azonban a 80-as, 90-es években sorra fogták el a mézből megszökött bujkáló írásokat Amerikában, Hollandiában vagy épp Írországban. Dermot Finoként, akit James Ferris megkéselésével vádoltak, 87-ben fogták el Dublinban, és Írország megtagadta Finoként kiadatását a brit fennhatóság alatt álló Észak-Írországnak, arra hivatkozva, hogy az ír köztársasági hadsereg Írország egyesüléséért küzd, ezért Finoként politikai menekültnek számít. A férfi a Sinn Féin párt Észak-Belfasti parlament egyik képviselőjének, John Finokének a nagybátyja Dermot napjainkban Dublinban él. És most lássuk, mi történt a szökés négy fő kitervelőjével az 1983-as szeptemberi események után. Lorenz Marlit sohasem vonták felelősségre a szökés kiterveléséért. A férfi 1986. novemberében szabadult a Mész börtönből, azonban néhány hónappal később, 1987. április 2-án több lövéssel kivégezték Marlit. A merényletet az Irával szemben álló protestáns félkatonai csoport, az Astor Valentir Force vállalta magára. Gerard Kelly a csoportos kitörés után három évig szökésben volt, 1986-ban tartóztatták le Hollandiában. A férfi visszakerült a mézbe, azonban 1989-ben szabadon engedték, és a férfi politikusi karriert futott be, a Sinn Fény párt egyik vezető tagja lett. Kelly a 90-es években tárgyalásokat folytatott a brit kormányjal, ennek eredménye lett a nagypénteki megállapodás, ami nagyjából véget vetett a 60-as évek óta tartó erőszakos zavargásoknak Észak-Írországban. Brandon McFarland 1986-ban Kellyvel együtt szintén Hollandiában fogták el, és visszakerült a mézbe, a férfit 1997-ben engedték szabadon a börtönből. McFarlane, bár nem pártag, szoros kapcsolatot ápol napjainkban is a Sinn fénynel, gyakran tűnik fel Gary Kelly oldalán, a párt McFarlent önkéntes szimpatizánsukként írják le. A férfi megházasodott, Észak-Belfastban él napjainkban is. Robert Storyt, mint említettem, a 83-as szökés után nem sokkal el is fogták egy folyóban bújkálva. A férfi 1998-ban szabadult a Mace-ből, nem sokkal ezután a Sinn Féin északi kerületének az elnöke lett. A férfi 2020. június 21-én egy sikertelen tüdő transplantációs műtét során hunyt el 64 évesen Angliában, egy Newcastle-i kórházban. A legtovább szökésben lévő szökevények Gerard Fryers, illetve Seamus Campbell az 1998-as béketárgyalások értelmében 2001-ben teljes amnestiát kaptak. Ez a döntés Pat Doherty, a Sinn Féin akkori alelnöke szerint megszilárdította a béke folyamatokat. A Mace börtönt 2000-ben örökre bezárták, 2006-ban tervben volt a lebontása, ám 2013-ban az Északír kormány bejelentette, az épületet egy béke központtá fogják alakítani. Az 1997-es, 98-as béketárgyalások és tűzszület újra az ira szétválásához vezetett. Azok, akik ellenezték a békét, elszakadtak az írától, és létrehozták a real irát, vagyis az igazi írát. 1998ban négy hónappal a nagypénteki megállapodás után az észak írországi omág városában egy 29 halálos áldozattal járó bombatámadást hajtottak végre. Az idéglenes íra teljes mértékben elhatárolódott a Real írától, és kijelentették: ők az igazi íra. 2012-ben a Real Ira és más szövetséges félkatonai szervezetek összeolvadásából megszületett az új íra, céljuk változatlan fizikai erőszakkal akarják kikényszeríteni a brit uralom alatt álló Észak-Írország függetlenségét, így folytatják erőszakos tevékenységeiket a végső cél érdekében. 2017-ben jelent meg a hírhet nagyszökésről a mindezitáig egyetlen film, ami a labirintus címet kapta, rendezője Steven Burke. Bár Gary Kelly egy könyvet is írt a híres hírhet eseményről, amelyben tagadta, hogy ő lőtt volna rá John Adams börtöntisztre. tisztre. Hatalmas sport kavart, amikor Brandon Meadett, aki annak idején a 38 szökevény elítélt között szökött meg a mész börtönből, 2017-ben sikerült újságíróknak megszólaltatniuk a nagyszökésről. Méd volt az első rab, aki megfárlen parancsára megtámadott egy őrt. Még szerint az 5 perces csúszás azért történt, mert az írak kinti tagjai olyannyira paranoiásak voltak attól, vajon van-e a börtönben besúgó, a börtönben ülő írások közül, hogy a jól kidolgozott tervben mégiscsak becsúszott ez a hiba, ami aztán az egész műveletre hatással lett. A férfi arra a kérdésre, hogyan gondol vissza a szökésre 34 év távlatából, ezt felelte. Hogy mit gondolok a szökésről? Egyáltalán nem szoktam rá gondolni. Ez a múltam része, nem próbálom meg dicsőíteni, de tagadni sem. Akkoriban azt hittem, ez szükséges dolog. A baj az, hogy ez sok ember halálával, sérülésével és lelki traumájával járt. Szóval nem gondolok rá. Ez már történelem. a véleményetek a videóban elhangzottakról, az íráról és a hírhet börtönszökésről. Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, a GV Cooper egyperceseket, illetve egyéb érdekes kis videókat tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást! A következő videó karácsony második napján érkezik egy elképesztő történettel, addig is az erő legyen veletek, sziasztok!